csak az volt a fontos, hogy magamnak festek is képeket a műteremről, azokról a dolgokról, amik körülvesznek, mert imádom őket. És aztán ez alakult egy koncepcióvá. Hogy akkor egyre jobban megfigyeltem azt, hogy mik azok a dolgok, amik az vonzódok. És aztán már tudatosan kerestem. És így alakultak ki azok is, hogy megnéztem azokat az albumokat, amiket szeretek, és elgondolkodtam azon, hogy vajon miért fog meg, és akkor maga az egész dolog, amire fel akarom fűzni ezeket a dolgokat, az az, hogy mindenféleképpen az emberrel ábrázolással kapcsolatos tárgyakat gyűjtsem össze, és eszerint kutattam a saját kütyüim között. Mindenek megvan az oka, hogy miért van ott a képen belül. Ott akkor van. Igen, általában fotóról dolgozok. Mindegyikről megvan még a fotó, de mindig jobb festményt csinálok, mint maga a fotó, mert az csak a felrajzoláshoz szükséges, meg az alapvető viszonyrendszer fenntartásához, de igazából nem másolok, hanem átfogalmazom szerintem. Itt látszik a háttérben egy kereszt. Az a kereszt, az egy keresztléc, egy nagy méretű vászonnak a keresztléce. Annak a nagy méretű vászonnak, amelyiken pöttyöket varrok fel egy ruhára. És nagyon furcsa helyzet az, amikor nem férek el ebben a térben, és ide-oda pakolom a cuccaimat, és mindenhol minden megjelenik, és akkor ezt már megpróbáltam képépítésnél is tudatosan alkalmazni. Minden összefügg mindennel. Mindegyik egyébként ilyen kis örömfestmény, szóval azért csináltam ezeket, mert minden nap körülvesznek, és nem akartam is kitalálni egy ilyen olyan fiktív koncepciót, amire ráhúznék egy sorozatot. Van egy ilyen verzió, amikor ezt a szituációt másoknak is valamilyen szinten meg szeretném mutatni, mert nagyon szép kép alakult így ki a műteremben belül. Van egy ilyen kulisszák mögötti hangulat, egy ilyen bolyerködős dolog. Szóval ilyesmi a beállítás, amikor készen van, és akkor felállítja is. Ez van fölötte. Nem mindig kerülnek föl keretre egyből. A munkáim ez azért van, mert gyorsabban festek, és gyorsabban szeretném elkezdeni azokat a gondolatokat, mint maga az a folyamat, hogy ez ténylegesen keretre kerüljön, mármint maga a vászon. És ennek a képnek a száradását úgy vártam ki, hogy felszögeltem a falra. Lefestettem azt a folyamatot, amikor szárad a festmény, és iszonyat sok maszk figyel rá fölülről. Nem tudtam sose, hogy én az arc nélküliséggel fog foglalkozni, csak körülvettem magam olyan dolgokkal, ahol nem jelent meg az arc. Megvan még az előzmény, hogy miért nem akarom az arcomat, és így tovább. Annak elég sok személyes oka volt. És valamilyen szinten már mondtam is az embert, magát ábrázolni,
De... Talán ez most így őszintébb. Majdnem minden munkámat a narcsképet tekintem. Sőt, szinte az összeset. Talán most abban az életszakaszban vagyok, hogy muszáj magammal foglalkoznom. Keresem magam. És ahhoz egoistának kell lenni. De jó értelemben. Stegosaurus? Maga az ego megjelenik, mint szent ego, mint stego név egy kis zászlóval. Ez a fura szójáték. A szent egóval, ami most már így meghatározza a mostani munkámat. Ez az eszme. Ezzel a legós zacskóval azért kezdtem foglalkozni. Ez azért nagyon szép a szín. Másodszorra pedig azért, mert tetszik a felirat rajta, és megpróbáltam eleinte csak úgy beállítani, hogy az látszódjon, hogy ego. Az ego az ezáltal, mint maga az ember is megjelenne a képen, úgy, hogy egy társ személyesíti meg. Az alapkoncepció az csak az volt, hogy lesz egy olyan zacskó, ami úgy van hajtogatva, hogy csak annyi látszódjon belőle, hogy ego. Na most nagyon sok mindenki foglalkozott azzal, hogy a Lego betű típusával, ego feliratokkal ellátott dolgokat csinált, és ez kicsit zavart. Ez volt az alapkoncepció persze, hogy csak az ego jelenik meg. És amikor hajtogattam, akkor döbbentem rá, hogy ki jöhet abból, hogy go-ego. Ez csak a játéknak a következménye is. Sokkal, de sokkal erősebb dolog születhetett ebből. Na most ez a go-ego, ez egy ilyen statement is most jelenleg. Nálam, mint egy ilyen kis felszólítás, hogy szedjem össze magam. Igen, mert meg szeretnék most változni valamilyen szinten, mert mind festészetben, mind emberileg is. És igazából a nyomait láthatjuk itt körülöttem.